16 éves Gutpintér Edit már gyermekkorában szeretett rajzolni, festeni, de első alkotásai mégsem papírra, hanem műkörmökre készültek. Egy fantáziadús alkotásával a 2012-es Londoni Köröm Olimpián ezüstérmet szerzett. Miközben beszélgettünk a 4 gyerekes, igen szerteágazó tevékenységet folytató Edittel, kiviláglik, hogy benne búzog a versenyszellem és a kitűnési vágy. Nem mindennapi élete során felépő kihívásokra adott válaszlépései is arról árulkodnak, hogy egy igazán különleges sport- és művészet kedvelő, valamint családja iránt rajongó emberről van szó. Igazából van, hogy a kedvem, vagy ha ki akarok próbálni valamilyen új technikát, akkor nézek egy képet, és próbálom magamat belevinni. A portrék és a szemek, a tekintetek, azok vonzanak a legjobban. Alkotásait faroslemezre, vászonra és akvarellpapírra készíti, olaj, akril, akvarell anyagokat és számtalan módszert alkalmaz. Úgy igazán 2013-ban kezdett el alkotni, amikor Csongrádról Tolnára költözött jelenlegi férjéhez. 2013-ban kezdtél először képeket festeni? Az olajjal akkor kezdtem el barátkozni, igazából pasztállal és akrillal akkor erre már festettem előtte is. Semmilyen tanfolyamon akkor nem vettél részt előtte, nem ez csak úgy jött? Hát ilyen festőknél nem voltam igazából semmi, csak a műkörömépítésben voltam itt tanfolyamon. Kevesen tudják, hogy Edit a műkörömépítés, festés mellett futballjátékvezetőként dolgozik. Így ismerkedett meg harmadik férjével is. Hát igazából a sport az a családomból fakadóan jött, már ugye a szüleim is sportoltak. A festészet, én rajzszakkörre jártam egy párszor, ellogtam a hittanórákról inkább a rajzszakkörre, ezt is kaptam is, de szerintem most már nem bánják. Igazából úgy az olajjal festeni, amikor ide költöztem Tolnára 2013-ban, akkor kezdtem el, de mindig volt valamivel, amivel alkossak. Itt jött Tolnán a játékvezetés is, amit most csinálok. Ugye 4 gyermekem van, ebből már azért 3 nagyobb, úgyhogy egy kicsit könnyebb így, és a férjem is nagyon sokat segít. És hát igazából, amikor éjszaka van, lefekszik mindenki, akkor nekiállok és alkotok, mert akkor tudok ugye nyugodtabban. Vagy pedig tudják azt, hogy egy-egy napra levonulok, és akkor engem békén hagynak és festek. A férjem pedig intézi a többi dolgot, amit nekem kellene ilyenkor, de hát türelmes is megcsinálja nekem. Edit azt mondja, mindig van új kihívás, ha nincs, akkor keres magának. Most például Búzás Ágival, a kézműves tortaműhely tulajdonosával készítettek közösen egy egészen különleges tortát. Nézzük csak! Ez úgy született, hogy én január elején megkerestem Editet, hogy tanítson nekem 1-2 virágfestési technikát, amit én a tortákon tudok majd alkalmazni. El is jött hozzám, egy szuper kis délelőttöt tartottunk, megmutatta, hogyan készülnek ezek a festett virágok, ételfestékkel dolgoztunk, tehát ezek speciális sziromfestékek, amit mi különböző oldószerrel feloldva használtunk. Egyrészt az igény is felmerült, mivel az idei tortatrendek közt első helyen szerepel az, hogy kézzel festett legyen a torta, illetve festővászonként használjuk azt a felületet is. És tulajdonképpen, mikor az első tortát festettem, ez egy fekete felület volt, egy bemutatómra álmodtam meg, és mindenképpen szerettem volna én elkészíteni rá a virágfestést. Közben született az ötlet, hogy mi lenne, ha egy gyönyörűen megfestve lenne egy hófehér torta. És ehhez kellett az Edit, mert nekem több időre van szükségem ahhoz, hogy megtanuljak ilyen szinten festeni. Párok tetszését elnyerjük, és esetleg csodálatos esküvői tortákra is festhessen az Edit. Akár egy mennyasszonyi ruhához illeszkedjen az a színvilág, a motívum, tehát gyönyörű dolgokat lehet alkotni. A torta maga, tehát mire megkapta a Hófehér Fondant bevonatot, az volt egy 2-2,5 óra, illetve Edit is 3 órát dolgozott rajta, mire ez a gyönyörű festés rákerült. Igazából az Ági adta nekem ezt a vásznat, ezt az újfajta vásznat, és elkezdtem festeni. Gondoltam, hogy ezek a virágok tökéletesek lennének, tudtam, hogy ezt cukorvirágból ő is meg tudja alkotni, és ezért gondoltam, hogy ez az összkép jó lett. Előtte csináltál már ilyet? Nem, még soha. Ez volt igazából, mikor az Ági megkért, hogy tanítsam, hát ott álltam ezekkel a porokkal, hogy még ez nekem új, úgyhogy meg fogom próbálni. Összejött és tetszett. Az alkotó nem csak gyermekeit, rokonait festette meg, hanem a sárgalábú tolnaiakat is. Az alkotás helyet kapott a jelenlegi kiállításon. Sőt, a falakra felkerültek Edit 3 nagyobb gyermekének képei is. A festő kiállítása megtekinthető március 1-ig, illetve a Kultúrházak éjjel-nappal rendezvénysorozat alatt is a Tolnai Kulturális Központban. Érdekesség, hogy a kiállítás ideje alatt még lehet támogató jegyeket venni a Tolnai Ifjúsági Fúvózenekar javára.